Egy jó tündérke megtalált engem, egy furcsa érzést ébresztett bennem, játszik velem és tudja mi az, ami kell, bizsereg a hátam, ha átölel. Mélyen a szemembe néz a drága, marázik egy mormon, tudja van hatása, tűbor többen úszik a világ. Sosem voltam itt, ez most valami más. Hozzám simul, megfogja a kezem, attól tartok, elvesztem a fejem. Tudom, hogy ebben még sosem volt részem, a többire viszont már nem emlékszem. Valamikor majd, ha megtörik a varázs, kinyílik a szemem, még kicsit csipás. Ásítok egyet, kinyújtom a karom, nézek magam elé, a fejemet vakarom. Mi volt ez? Valami történt velem. Mi volt ez? Valami nincsen rendben. Mi volt ez? És most hol van a helyem? Mi volt ez? Hogy már én is nagy fiú vagyok, egymás után jöhetnek a szebbnél ezek csajok. Úgy érzem, hogy egy már nekem nem elég dzsigoló lettem. Pörökön a kerék! Konditeremben edzem a testem, 20 kilóval nyomok, de ez nem szegi a kedvem. Berejtékben úszom, nem zavar, körben röhögnek, semmi baj. Mi volt ez? Valami történt velem. Mi volt ez? Valami nincsen rendben. Mi volt ez? És most hol van a helyem? Mi volt ez? Érzést ébresztett bennem, azóta tudom mi az, ami kell, a vérlánynak megfelel. Várom már, hogy forjon a vérem, arra készülök egész héten. Szombat este újra ott lehetek, mondd mire vágysz, én megadom neked. Mi volt ez? Valami történt velem. Mi volt ez? Valami nincsen rendben. Mi volt ez? És most hol van a helyem? Mi volt ez? Mi volt ez? Valami sziasztok, ez itt a Kelet Underground 6. adása, én Pap Misi vagyok. Az elmúlt percekben a debreceni Bugs zenekartól hallottátok a Mi volt ez című számot. Az első szám hagyomány szerint mindig egy olyan zenekartól hallható nóta, akik már nem léteznek. Ugye ez a zenekar a 90-es években tevékeny keret és alkotott. Ne felejtjétek, hogy ez a műsor két hetente szerdánként jelentkezik 6-tól 7-ig. E-mailt írhattok nekünk a keletunderground@gmail.com címre, információkat pedig a Kelet Underground Facebook csoportban találhattok, és a keletunderground.hu oldalon közel 200 zenekarról zenekari információt és egy-egy számot találhattok. A Facebook csoportban pedig feltölthettek, megoszthattok koncertinformációkat, zenekari információkat, híreket, és ezekből fogunk szemezgetni, és ebbe az adásba hírt adni. Az elkövetkezendő szűk egy órában a debreceni instant zenekarral hallhattok egy rövid bemutatkozást, illetve rengeteg koncertajánlót, híreket, érdekességeket és sok-sok zenét. Úgyhogy maradjatok velünk, és hallgassátok, élvezzétek a mai adást. Kelet! Underground! Underground! Oh,
fákra álmosan, ahol embercseppek voltunk az esőben, s a szintelen víz áztatja sorsukat. Sokan alszanak itt, hiszen rusdás alakadt helye, velük alszik a ház, ráolvad a rusdás álom hajnal, s megint csak hajnal, hajnal, s megint csak hajnal.
Ez még itt mindig a Kelet Underground magazin 6. adása. Az elmúlt percekben a karcagi Control Z zenekartól és a debreceni Solar Surf együttestől hallhattatok egy-egy számot. Solar Surf egyébként a Roncs Bárban itt Debrecenben március 23-án fellép az Anna and the Barbies, a Mengedés debreceni Dash társaságában. Előtte való nap 22-én Leander Rising Acoustic, Cadaveres Acoustic és Idol Acoustic várható, tehát a Roncs Bárban elég mozgalmas lesz az élet. Mielőtt viszont jobban belemerülnénk a koncertajánlóba, előtte jöjjön a már beígért debreceni instant zenekarral készült bemutatkozó felvétel. Jó szórakozást hozzá! Kelet! Underground! Underground! Sziasztok! Mi vagyunk a debreceni instant zenekar. Öttagú zenekarunk 2011. júniusában alakult, de a jelenlegi felállás 2012. februárjában jött létre. Hivatalosan innen számítjuk a zenekar fennállását. Vicsinszki Róbert gitáros poszton, Vida Vince basszusgitáron, Józsa László dobon, Babinszki János perkán, illetve vokálos poszton, Nagy József pedig énekesként szerepel a zenekarban. A zenekarunk saját szerzeményeket játszik, az elkészült dalok közös munka eredményei. Igyekszünk meríteni a tagok sokszínű zenei múltjából, ami reményeink szerint színes és egyedi hangzást eredményez. Ez a rendszer, ez az álmos rendszer, gazdag test, megilódul, óra reggel, és egy útat keres. Igyekszünk elkerülni egyetlen irányzat követését, ha mondjuk az egyik dalunk egy swinges nóta, a következő lehet akár egy keményebb rock is. Ez mindig a próba adott hangulata hozza magával. Rám csörög a villamos, de nálunk nincsen térerő, néha minden tévhető, és tél lesz a rádió szerint. Ez a város, ez a rendszer, ez az álmos rendszer, tavaly tavasszal kipróbáltuk magunkat a Kelet Underground tehetségkutató selejtezőjén, ami tulajdonképpen egyben a zenekar első nyilvános fellépése is volt. Itt nagy meglepetésünkre a második helyet értük el, illetve a Kelet Underground döntője után fellépettünk a hangfoglaláson is. Ez egy nagyon motiváló visszajelzés volt a számunkra, hogy jó irányba haladunk. Azóta Debrecenben és környékén is számos koncertet adtunk. Van, hogy nél szintesen. Ő azonnal megragaszt, az ajka itt ül, egy újabb tavasz. Ez a város, ez a rendszer, ez az álmos rendszer, gazda test, megilódul, óra reggel, és egy új utat keres. Ami a dalokat illeti, folyamatosan bővülő repertoárunkban jelenleg 14 dal szerepel. Ahogy lehetőségünk engedi, ezeket rögzítjük is, hogy ne csak a koncerteken legyünk elérhetőek. 2013-ban először az Ez a Város című dalunk jelent meg, ez a felvétel házi körülmények között készült. Időközben pedig elkészült az Angyal című dalunk a Studio Inside-ban. Ehhez a felvételhez egy videóklipet is készítettünk, amit megtalálhattuk a Mindenható YouTube-on. A klip készítésében a zenekar oroszlán részt vállalt, amiben segítségünkre volt a Chili Media csapata, akik a technikai feltételeket biztosították a produkcióhoz. Igazán nagy élmény volt ez a zenekarnak, és mindannyian elégedettek vagyunk az eredménnyel. Ezúttal is szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget és a közreműködést, aki hozzájárult a videóklip elkészüléséhez. És adja magát, ez egy angyal! Hányszor mondjam el, hogy tényleg kéne
már, hogy abba hagy. Hiába téped itt magad, hiába tépem itt a számat, hogyha nem hiszed, egy angyal még nem csinál nyarat. Terveink között szerepel továbbá az említett két dal promótálása, illetve egy teljes lemeznyi anyag rögzítése. Közeljövőben szeretnénk találni egy menedzsert is, aki kézbe veszi a zenekar ügyes bajos dolgait, valamint az év további részében szeretnénk ugye minél többet koncertezni, eljutni esetleg az ország többi részére a zeninkkel. Azt tudjuk üzenni, hogy hallgassátok kitartóan az instandalokat, és gyertek el koncertre, nekünk ez a legnagyobb támogatás. Hiába téped itt magad, hiába tépem itt a számat, hogyha nem hiszed, egy angyal még nem csinál nyarat, vagy ha mégis, remélem tetten érem. Legközelebb április 19-én leszünk hallhatóak a Diablo Music Pubban, és elértek minket a zenekar Facebook oldalán, ami a következő lesz, facebook.com/instantzenekar. Itt mindig találhatok rólunk napra kész információkat, koncertidőpontokat. Lájkoljatok minket! Hányszor mondjam el, hogy tényleg kéne már, hogy abba hagy. Hiába téped itt magad, hiába tépem itt a számat, hogyha nem hiszed, egy angyal még nem csinál nyarat, vagy ha mégis, remélem tetten érem. Ez itt még mindig a Kelet Underground magazin, én Pap Misi vagyok. Az elmúlt percekben a debreceni instant zenekarral hallhattatok egy információs blokkot, és most pedig következzen egy kis koncertajánló a Dharma Klubban, április 12-én a Funkadeli, 19-én az Orion Dance, Shell Beach és a Pit of Sharon fog fellépni. Kaptár Klubban március 23-án a Guns N' Roses Tribute, a Queen Tribute lép fel, március 29-én a Red Hot Chili Peppers, a Green Day és a Nickelback Tribute-ok lépnek fel. 30-án a Blues Company, a Retronome és a Unsung Pony-k, április 13-án az Insane, a Csak Azért és a Dash, Siho Gang és az Epi and the P. Április 20-án pedig a Fantasma, a Neochrome és a Dom Ring. Tőlük hallhattok hamarosan egy számot. Most viszont még szeretném megemlíteni, hogy március 23-án Hajdúszoboszlón a Művelődési Központban a 7. Szobrok hajdúszoboszlói amatőr rockzenei találkozó és verseny kerül megrendezésre. Bővebb információ a szobrokkultúra.hu oldalon található. Következő zenekarok lépnek fel 18 órás kezdéssel, 4,5% Black Honey, a Látszatcsal, Megdöbbent Városlakók, Promised Land, Red Alert, Sandestick Playground, Signal Motorok és a Testify. És akkor most következzen a Testify-tól egy szám, utána pedig a beígért Dom Ring nóta.
Kelet! Ez még mindig a Kelet Underground magazin, az elmúlt percekben a hajdúszoboszlói Testify és a debreceni Domring zenekaroktól hallhattatok egy-egy számot. Nézzük tovább a koncertajánlót. A Sik klubban Debrecenben március 23-án a Kázai lép fel, április 13-án a Nova Prospect, a Grund és a Roadrunner. A Lilla bárban ugyancsak Debrecenben március 29-én a Fatal Error, Fázis késés, a Plastic Pirates és a Ground. A Lovardában március 22-én a Bugs Bunny, Hajdúszoboszlón március 29-én a Stormriser és a Hurtkiller a Rock Caféban, és ne felejtjétek, hogy fesztiválok is várhatók a nyáron, ami itt közeli fesztivál, az például a Tokaji Hegyalja Fesztivál június 25 és 30-a között, illetve a Debreceni Campus Fesztivál a Nagyerdőn július 17 és 21 között. Aztán egy hír. Jó néhány kelet-magyarországi zenekar bejutott magyarországi Wacken Metal Battle döntőbe, ami a Dürer Kertben lesz Budapesten április 28-án. Személy szerint az Ups and Distance, a Barbers, a Debreceni Dash, az Effrontary, Kill With Hate, a Lake of Mind, a Megazetor, Miserium, a Debreceni Neochrome és a Sleepless. Szurkoljatok nekik, és hogyha van kedvetek, nézzetek el majd oda. A fő díj egyébként az első helyezett nyereménye, hogy a 2013-es Wacken Fesztiválon Németországban felléphet és megmérkőzhet a többi ország győztesével. További információt a www.metal-battle.hu oldalon találhattok, vagy a Kelet Underground Facebook csoportban. Most pedig ennek örömére, hogy a Debreceni Death zenekar bejutott ebbe a döntőbe, következzen tőlük egy szám. We'll be right back.
Elérkeztünk műsorunk végéhez. Szeretném megköszönni a figyelmet. Ne felejtjétek, hogy a keletunderground.hu oldalon rengeteg zenekari információt, híreket és minden zenekartól egy-egy zenét hallhattok, láthattok. Kelet Underground nyílt Facebook csoportba pedig várjuk a további megosztásokat zenekari hírekkel, információkkal, koncertekkel kapcsolatban, és váljatok taggá, hogy ne maradjatok le semmilyen fontos információról. Itt hívnám fel a figyelmet, hogy nem csak Hajdú-Bihar megyéből, hanem a Dunától keletre eső megyékből is várjuk az ilyen információkat. És ekkor elérkezett a búcsú ideje, még két számot fogtok hallani. Karcegi Wheel of Tears-től és a Debreceni Dimension zenekaroktól két hét múlva találkozunk. Addig is mindenkinek kellemes rockzenében gazdag napokat kívánunk. Én Pap Misi voltam. Sziasztok!
Kelet! Underground!